A mérkőzés előtt ugye a Balatonfüred a 7. helyen állt, a 10. annak ellenére, hogy ez egy szoros bajnokság, nagyon szoros bajnokság, tulajdonképpen papíron nekik több esélyük volt. Mégis az első félidőben 25 percig két gólon tudtátok tartani ezt a Balatonfüredet. Hogy sikerült ez? Hát egyrészt megvalósítottuk azt, amit megbeszéltünk az öltözőben taktikailag. Védekezésben egy jó kapus teljesítménnyel párosodott a teljesítményünk. Illetve hát azok a döntően szituációk voltak, hogy a 7 métereseket nem tudták értékesíteni a részükről az elején, és mi jobban fejeztük be a támadásainkat, összeszedettebbek voltunk, koncentráltabbak voltunk, illetve azok a játékosok, akik jöttek a Balatonfüreddel, azok szerintem nem sikerült nekik az utazás után úgy elindítani a mérkőzést, ahogy ők szerették volna, de ez nem mondja le a magát a teljesítményt az én csapatomnál, mert azért 13-5-tel bemenni a félidőbe, az öltözőbe, az egy jó érzés volt mindenki részéről. Én nekem azért voltak a végén, a végjátékban megint olyan meglátások, amik, vagy megoldások, amik nem tetszettek, meg is bosszultam majdnem magát a második félidőbe. Ugye az első félidő vége felé még azért sikerült behúzniok 3 gólt 4 perc alatt, de így is 8 gólos előnnyel mentetek félidőre. A második félidőben viszont 10 perc alatt csináltatok egy 6-1-es szériát, egy 1-6-os szériát, majd jó negyed óra alatt majd, hogy nem felhozta X-re a Balatonfüred. Ami történt, az egyértelműen az, hogy mindig egy ilyen nagy különbségű vezetésnek a félidőben mindig van egy ilyen pszichikai gátja, az ellenfél ugye szégyeli magát, próbál javítani, míg az a játék csapat, aki meg ugye előnyel ment be a félidőben, és azt érezte, hogy nem, ezek most nem olyan jók, mint ahogy szoktak lenni, ez ugye kihatott a tudatra. És azok a megoldások, amit az első 4-5 percben történt, teljes mértékben megbosszulták magát, felelőtlenül ellőtt labda, felelőtlen zicserek megválasztása. Az egész mérkőzés folyamán a második fél időben döntően nagyon sok passzív játékunk volt, amit a bírókkal által belekényszerítettük saját magunkat egy olyan félig ellőhető helyzetbe, ami könnyű zsákmányt ad a kapusnak vagy a védekező csapatnak. Ezeket mi megtettünk. Tehát valóban a második fél idő 16. percig csináltunk egy 10-3-as ellenfélnek odaadott mérkőzést, ami alapján visszajött az ellenfél, tehát gyorsan egy lett közte. Utána annyi történt, hogy tudtunk egy kicsit változtatni, bejöttek a 2-3 olyan megoldás bejött, amiből gólokat tudtunk lőni. Meg voltak megint az egyszereink, csak nem tudtuk befejezni góllal, ez a koncentrálás, van előnyünk belefér típus, és a védekezésünk nem volt olyan feszes, ahogy kellett volna. Ezek a fiatalok a másik fél időben 13-5-ről csináltak ugye 14-9 lett a vége a másik fél időben, ami nagyon nem tetszik nekem, és ez most hangot is adni az öltözőben, hogy nem lehetünk ilyen felelőtlenek, mert ez nagyon-nagyon megbosszulja magát. Mondjuk a végjátékban volt egy akkora bravúrja a Nagy Martinnak, ami megfordította a meccset az Icerben, kirúgta a Svánsznak a labdáját 1-0, de ez a csapatjáték, tehát valaki hibázik, a másiknak kéne javítania. De ma egyértelműen azok a kulcsjátékosok, itt gondolok a Rédai Krisztiánra, a Dóci Dávidra, Martin Gábor védekezése, a Györfi Zolinak a védekezése, Máténak a védekezése, a másik fél időben nagyon-nagyon-nagyon gyenge volt. És ezt az ellenfél ki tudta használni. Fél megoldásokban védekeztünk, be tudtak törni 2-3 ember közé, zicsereket lőttek, beállós helyzetbe került, ott is a Martin nagyot védett a másik fél idő végén, de ezeket egy másik csapat ellen nem engedtük. Tehát Csurgó ellen nem csináltuk ezt meg, ott tényleg mi védekeztük ki ezeket a helyzeteket. Most könnyen oldattuk ezeket a helyzeteket, amiből betalálgattak. Ezek a srácok, ezek följövőlenek, ezek ugye szeretnének bekerülni a csapatba, mutatni szeretnék a Balatonfürednél magukat, és ők igenis elvállalgatták, és nagyon keményen pontosan befejezték a támadásaikat, ami miatt följöttek, és a végjátékra így alakult. De, Peti, ha az elején neked azt mondják, hogy Balatonfüredet itt van, meg kéne verni, tök mindegy, hogy egy gólal, 3 gólal, akkor erről aláírjuk, és tök mindegy, hogy erről. És én azt kértem a csapattól 2 héttel ezelőtt, hogy van hátra 3 mérkőzés, és szeretnék 4 pontot ezekben a mérkőzésekben, hogy visszahozzuk magunkat arra a helyre, aminket megjött a középmezőnyhez. Ezt a csapatom kultiválta, megcsinálták, a
Tehát én nekem azt kell, hogy mondjam, hogy én elégedett vagyok a sárcsapatban, mivel sajnos van bennem egy olyan fajta maximalizmus, hogy minden egyes helyzetet, minden egyes gólt, minden egyes támadást, védekezést szeretném a lehető legjobban megoldani. Ez sajnos az én imám, hogy mindenben úgy akarnám, hogy így csinálják, úgy csinálják és jó legyen, és akkor a mérkőzés úgy lenne, hogy 22-0, de sajnos, vagy hál' Istennek ez nem így van. Én azt mondom, hogy tavalyi bajnoksághoz képest, amikor ősszel 5 pontunk volt, most 10 van, és van még egy mérkőzésünk, amiben bármi benne lehet, hiába a második helyzet. És nézd végig az összes bajnokinkat, 2 olyan mérkőzésünk volt, Szászalombotta, illetve a Vác, ahol 6-tal vagy 6-tal, nem többet kaptunk, 7-tel kaptunk ki. A többi meccs X, 1-2, 1-2, 3, 2, csúrgó, most 3 ide. Azt mondom, hogy mindenhol életképesek vagyunk. És Vecsésnek van egy kézed a csapata. Nagyon tudom, nagyon jó dolgozgatni velük a srácokkal, annak ellenére, hogy néha kevesen vagyunk, de összességében kell mindig nézni a bajnokságot. És én azt mondom, hogy le a kalappal a srácok előtt, hogy végig, most gondolj el, hogyha azt az 5 meccsetből 5-6 még pont ide jön, akkor már ősszel megoldottuk volna az egész bajnokságra az életünket. De nem vagyunk tehetetlenek, mert folyamatban gondolkodunk. És a folyamatnak pedig úgy van értelme, hogyha folyamatában, folyamatosan úgy építkezünk, hogy stabilan legyen egy stabil csapat. És ez tavalyhoz képest előrelépés, őszhöz, tavaszhoz képest előrelépés. Mindig a MB2-höz nézve is erősödünk. Jönnek elő azok a problémák, amit javítani kell. Mi ezt teljes mértékben próbáljuk összetenni a magunk módján. És én azt látom és úgy érzem, hogy jó irányba haladunk. Senki nem hitte volna el azt, hogy itt a végjátékban mi 4 pontot fogunk még szerezni Csurgón, meg itt ezen a mérkőzésen. Azt kell elhívni a bíróknak, illetve azt kell elhívni a játékosoknak, hogy igenis a Vecsés MB középcsapat most jön a gyárásban. Ugye a Dabas ellen is azt beszéltük, hogy tudjátok a javatokra fordítani a végül hátrányosan alakult helyzeteteket is, és ez bebizonyosodott, hiszen a Csurgó és a Balatonfüred ellen is sikerült 2 pontot elhozni és megtartani. Ez tavasszal mennyire lendítheti át a csapatot abba, hogy nem csak hogy megtartsa ezt a középmezőnybeli helyét, hanem akár még növelje is? Mindenképpen megvannak azok a terveink, hogy hogyan szeretnénk szerepelni. Mi minden csapat ellen szeretnénk nagyon szoros mérkőzéseket játszani, amiben a lehető legtöbb pontot szeretnénk gyűjteni. Hogy ez mire lesz elég, azt nem tudom. Nekem van az elnökömtől, meg az elnökasszonyomtól egy kérdés, hogy hol szeretnél látni a csapatot. Én úgy gondolom, hogy ez a középmezőny reális célkitűzés közöttük. Igazán nincsen meghatározva az, hogy most pont helyezetre hol legyünk, de egyértelműen előrelépést legyen a tavalyi évhez képest. Ebben a folyamatban vagyunk. Van még egy mérkőzés, hogy összegezzük az őszt, az egészet, és utána lemondjuk a konzekvenciákat, hogy mik voltak a jó dolgok, mik voltak a rosszak, hol kell javítani, hol kell erősíteni, hol kell változtatnunk. De mindenképpen azt el kell mondani, hogy nagyon sokat tesznek a Antal Zoliék és a Cudor Gabiék azért, hogy minden feltétel adott legyen, illetve meg kell említeni az Andrásoknak a segítőkészségét, hogy bármi kérésünk van, azonnal segítenek nekünk. Ezt a fajta hozzáállást, ezt csak úgy tudjuk meghálálni, hogyha valóban az ő kérésüknek megfelelően oda prezentáljuk a csapatot, vagy odahozzuk be, ahova szeretnék. És jövőre nézve mindenképpen ugye, ami azért mondtam, hogy ami ma elég, az holnap már kevés. Úgy szeretnénk előrelépni. Van egy olyan lehetőség, amit ha elérsz, nagyon nem tudod már átlépni. Ezt még mi nem értük el, és ezt szeretném én elérni, hogy ebben az évben egy középcsapat legyen a Vecsés, és a jövőre nézve pedig egy olyan harmadik helytől, hatodik hely, hetedik helyig küzdő csapatként álljon be a nyugati csoport, mi egy B-ben, vagy a keleti csoportjában, tehát ahol szerepelni fogunk, hogy az egy hosszú távon meghatározó legyen, és azok a korosztályok, akik alul dolgoznak, azoknak legyen ideje beérni, fölfele jönni, és azok a kollégák, akik dolgoznak alatt az utánpótlásra, azt a 3-4-5 évet, ami az utánpótlásunkból sajnos kimarad, és nincsen olyan vecsési fiatalember, aki tudna most jelen pillanatban hirtelen följönni az NBA, egy B csapathoz, ha már edzenek velünk,
szeretnék minél többet látni abban, hogy igen, a becsésnek becsésre kell, ami ugyanúgy van, nem felejtetek el ezt a motort, de meg kell tartani ezt a szintet. Jelenállásban azt is vagyok mindenki igazán tudomásul, hogy az elmúlt években kimaradt 4-5 év az utánpótlásban, ahol nem jöttek azok a tehetségek, vagy ha volt is, azt elvitték jobbra-balra, és azok nem tértek még vissza, hogy itt kiteljesedjenek, mert most már azért van egy NBA-s becsés, ahova majd szívesen visszalépnének ezek az emberek, mint lásd, Szilágyi Péter is csak hazatalált. Ezeket az embereket szeretném majd visszamennyerni, és akkor igenis azok a hangok, akik azt mondják, hogy nincsen becsési játékos igazán a csapatban, ez ami nem igaz azért, de törekszünk arra, hogy a lehető legjobban, de ahhoz addig fönn kell tartani. Addig sajnos lehet úgymond idézőjebb idegenligósok lesznek itt a csapatban, de addig fönn kell tartani azt az eredményt, hogy azok a játékosok beérjenek ide, és ne elmenjenek, hanem igenis jöjjenek föl a juniorba, be tudjanak érni, ott tudjanak dolgozni. A juniorunk első helyen áll a megyében, NB2-be lépjenek föl, hogy még jobban tudjanak versenyezni, és bele tudjanak erősödni, hogy ide ők be tudjanak lépni. Én ezt várom, és azt szerintem van egy koncepciónk, ami a Vecsésnek, illetve más csapatnál nem biztos, hogy így van, szeretnénk tudatosan előlépni. Én ehhez úgy látom, hogy meg tudjuk ezt a feladatot oldani. Köszönöm szépen!